nagygépeknél a Mercedes 190-SL szintén 59-ben készült, mégis mennyivel másképp néz ki, mint az előző Volga, ugye? Kardánhajtású, mechanikus, váltós, négyütemű gépről van szó, Dus Károlyt üdvözölhetjük, aki 4 évig restaurálta üzemképtelen állapotban, hozta ezt a csodálatos kapriót, bírták az esőt. Igen, készült tökéletesen, becsültük a kapriót, tehát minden megoldódott. De most már ki lehetett hívni újra, úgyhogy ennek nagyon örülünk, szerintem közösen. Mi volt az autóval, hogy nem? Nagyon jó szolgálatot vették, és ez szépen benne hány taci leledzik? Ebben 105 dolgok van, egyébként köszönti dolgok. És akkor az nem rossz. Hogy volt ami eltévedés a mai napon? Nem volt semmi, pedig nagyon a mit pár nagyon tudta a első képbe volt az ügyben. És az ügyességi részeken? Azok a tökéletek voltak. Akkor szerintem simán nyernek, ha most is figyelnek úgy van, hogy mindenki jól tudott a végén. Volt az egy-két töltek, átjukott elpörök. Én úgy gondolom, hogy az egész rendezvény nyert mindenki, mert nagyon jó volt. Köszönöm szépen, de még abszolút nincs vége, hiszen még csak a második versenyszám következik. Egyébként este egy autószár van a résztvevőknek, és este meg tudják a kategória győzteseket. A Nátra Grand Prix viszont egy pontozásos verseny, amit majd később derül ki, az holnap fog kiderülni. Felvonulás, kiállítás és eredménykézetés holnap 9-től 10-től, illetve 12-től. Csodálatos mercik vannak a mezőkben, tehát is nagyon örülünk, én magam is. Egy 280-es géposztály érkezik, 1971-ből, ez egy 3500 is, ahogy hallhattuk már reggel Eszegyi Ferenctől, hogy ez ebben a kasztiban, vagy ebben a típusban a legkisebb motor, tehát a legkisebb is számít, csodálatos az autó, hogy ment ma? Simán ment az autóval, semmi probléma, mert egy elemben teljesítettük a tárgyat, mindenhova oda találtunk, jobb volt a vétfáren, nem is kerültünk, de akkor lágy. És az ügyességi részek? Az ügyességi részek körül a gumipróbán át voltam megnyerő. Oda megnyerő. Itt most ismeri már a pályán? Itt körülbelül tudom, hogy vezetni merre kell elő, úgyhogy megpróbáljuk ezt is teljesíteni, hogy oké, ott van ennek is az itinere, azért itt már jobban kell figyelni a sofőrnek, és még a lóerők számát kéne szépen. Kerek 200 lóerők. Akkor itt vigyázni kell, portában kell őket is tartani. Egy újabb gyönyörű szép Mercedes következik, tehát 1971-ből. Tehát a 200 acin 280-es Mercivel.